Most megadom a szót Novák Előd képviselő úrnak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának, aki a pulpitusról mondja el a Mi Hazánk álláspontját. Önni a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. Az 1848-as márciusi ifjak e követelését ma már sajnos egyetlen pártként csak a Mi Hazánk vallja. Hiába szorgalmaztuk évek óta az iraki megszállásban való részvételünk befejezését, miután az ottani parlament néhány éve döntést hozott a külföldi csapatok hazaküldéséről, de a magyar kormány sajnos azt közölte, ott maradnak a magyar honvédek. Épp mai hír is, hogy az amerikai erők Irakban az ottani kormánypárti fegyveres erőket támadták, ami miatt az iraki kormány közleményben is tiltakozott, és az iraki szuverenitás súlyos megsértésének nevezte azt, amit Amerika, és hát annak csatlósaként sajnos önök is művelnek, sőt, szégyen teli kimondani is, de sajnos Magyarország is művel. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom még csökkentett létszámban sem támogatja az iraki megszállásban való magyar részvétel folytatását. Ehelyett viszont elszámolást követelünk, és erre buzdítjuk a kormányt, hogy ezt a titkosítást fejezze be, számoljon el végre az iraki megszállásunk költségeivel, és számoljon be róla, hogy mennyit tervez a jövőben költeni erre a kalandra. Legutóbb szeptemberben tiltakoztam sajtótájékoztatón és parlamenti indítványban is, de hiába tettem fel azt a kérdést is akkor, hogy hajlandó-e az Irak megszállásában résztvevő honvédjeink hazahozatalára a kormány, egy gumiparagrafusra hivatkozva ezt is titkosították, amit ma végül mégiscsak nyílt ülésen tárgyalunk. Ahogy a mai napig sem számoltak el viszont, az továbbra is titkos maradt, hogy a csúfos bukással végződött afganisztáni megszállásra mennyit költöttek. Az ebben való részvételünk költségeivel nem számoltak el, nem tudhatjuk, hogy mennyibe került a magyar adófizetőknek, ugye a becslések szerint 75 milliárd forint. Elképesztő ez a pénzösszeg, amit akár csak Afganisztánra költöttünk, Irakra még becslések sincsenek. És hát abszurd módon most 200 honvédet küld a kormány Csádba is, sőt nem csak a kormány, vannak ellenzéki pártok, mint a Jobbik is, amelyik ezt támogatja, és ennek a csádi szerepvállalásnak a költségét is titkosítják, módosító javaslatomat leszavazták. Választásokat betiltó, tüntetőkre lövető csádi diktátor karhatalma lesz a magyar honvédség. Eközben Pintér Sándor és Rétvári Bence azt magyarázza a határt védő rendőröinknek, hogy hogyan vonuljanak vissza fülüket, farkukat behúzva, hogyha bármiféle fegyverropogást észlelnek. Ez nagy szégyen, amit a kormány művel, és azt gondolom megalázza, meggyalázza a magyar honvédeket, a magyar honvédség becsületét is, és egyúttal viszont ki kell fejezzük tiszteletünket azok előtt, a katonák előtt, akik ilyen körülmények között is vállalják, akár a külföldi szolgálatokat is, ha ez a parancs. Az önök szégyene, hogy például alezredesnél magasabb rendfokozatot nem is tölthet be az, aki nem vállal külföldi szolgálatot. Ez az önök szégyene, hogy erre kényszerítik, hogy tisztességes javadalmazáshoz Magyarországon magyar katonaként már nem is lehet jutni, pedig például a magyar határon kellene felsorakoztatni a katonákat, akár tűzparancsal is, és őket kellene tisztességesebb javadalmazással, akár a határszolgálatot így finanszírozni. A magyar kormány viszont eközben inkább Afrikába ömleszteni a pénzt. Afrikát a kormány a lehetőségek kontinensének nevezte, és a kaszinó koncesziókon milliárdossá vált honvédelmi miniszter az elsivatagosodó Csádba ömleszteni a támogatásokat, többek közt orvosi missziók és mezőgazdasági fejlesztések formájában, melyekre szintén itthon volna inkább szükség. Eközben a déli határunkon hiába kellenének a magyar honvédek, ahol migránsok lőnek a rendőrökre, a kormány nem hajlandó odaengedni a magyar katonákat. Egyébként az Ukrajnában zajló háború miatt is fontos volna, hogy katonáink ne a világ másik részén, hanem gyorsan mozgósíthatóan hazánk biztonságát segítsék. Magyarország számára a legfőbb biztonsági kihívást ugyanis 2014-15 óta a soviniszta Ukrajna jelenti, amelyik az elmúlt évek során egyre inkább korlátozta a kárpátaljai magyar nemzetrész jogait, elnyomva és megfélemlítve a magyar közösséget.
Az elmúlt néhány évben ukrán oldalról számos verbális fenyegetés érte Magyarországot, sőt, 2 évvel ezelőtt Magyarországot Ukrajna második számú ellenségeként deklarálták. Ezért fennáll a veszély, hogy Ukrajna fennmaradása esetén legalábbis a nyugat által felfegyverzett haderejével a kárpátaljai magyarságon, és hát igen, konkrétan Magyarországon is vesz akár elégtételt a háborús kudarcuk miatt. Sajnos a magyar fegyveres erők gyengesége, vagy az, hogy az elmúlt évben, önmagában az elmúlt évben 40%-kal csökkent a katonák létszáma a magyar honvédségben, ez bizony könnyű célponttá teszi hazánkat. Ezért is kellene a Mi Hazánk mozgalom szerint inkább itthon állomásozzanak és gyakorlatozzanak honvédjeink Irak, Csád vagy az izraeli határ helyett. Bizony, az izraeli határon szolgáló honvédjeink hazahozatalát is kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom. Magyarország terror fenyegetettségét is növeli, hogy a magyar honvédek idegen háborúkban vesznek részt. Egy egész lövész szakaszt állomásoztat a magyar kormány Libanon és Izrael határán, ahol evakuálták is a lakosokat. Már rakéta találat is érte az ENSZ békefenntartó erőinek főhadiszállását Dél-Libanonban, de ez nem a mi háborunk. Bár lehet, hogy ezt a sékely jobb oldal máshogy gondolja, hogy ugye a dollár bal oldalt szokták már unalomig ismételten említeni, és hát az ő hazárulásaikat természetesen már ismerjük, de miért támogatja Izrael háborúját diplomáciailag ez a bizonyos sékely jobb oldal, amit Magyarországot kormányozza? Ez a költői kérdés, és láthatjuk, hogy hogyan söpörték le például azt az indítványomat, amivel az izraeli határon szolgáló honvédjeink hazahozatalát szorgalmaztam ebben a szűkös helyzetünkben. Tisztelt országgyűlés, a NATO tagságunkból fakadó szerződéses kötelezettségünk is csak arra volna, minden ellenkező híreszeléssel, olcsó érvel ellentétben, hogy hát NATO tagok vagyunk. Tisztelt országgyűlés, egy tagállam megtámadása esetén kellene segítenünk annak védelmében, de sajnos eddigi kormányaink túlbuzgósága miatt, amiben természetesen bele kell soroljam a szocialista kormányzatokat is, ma is Vadai Ágnes keveselte a jövőben Irakban állomásozó magyar honvédek számát, és ez emiatt a szemléletmód miatt jutottunk el e szörnyű helyzetbe, hogy a kormányaink túlbuzgósága miatt több külföldi megszállásban is részt vettünk, amire nem lett volna NATO kötelezettségünk természetesen. És sajnos a hadipari fejlesztéseink is ezt a szempontot tartották szem előtt a haza védelme helyett, például a nehéz légiszállító kapacitás biztosításával. Miközben tisztességes javadalmazást például nem nyújtanak a honvédeknek, miként lőgyakorlatokat sem. És sorolhatnánk még azokat a jóval kisebb kiadásokat jelentő, és egyébként jóval hasznosabb, szükségesebb intézkedéseket, amelyeket elmulaszt a honvédelmi kormány. A külföldi szolgálatokat előtérbe helyező moduláris rendszerű haderőfejlesztés helyett a haza védelmét önállóan ellátni képes honvédség összfegyvernemi tervezését szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom honvédelmi szakpolitikája. Tehát nem azt szeretnénk, hogy legyen egy-egy elit alakulat, amit ki lehet küldeni ide-oda, amoda, el lehet vele büszkélkedni, és lehet azt hazudni, hogy több tízezer ilyen magyar katona van, hanem azt szeretnénk, hogy valóban a haza védelme legyen az első, és erre képes is legyen a honvédség, legalább valamekkora mértékben. Az idegen érdekek helyett tehát a magyar szempontokat kellene előtérbe helyezni a hadseregfejlesztés során is, és az afganisztáni, iraki és hasonló megszállásokra költött 100 milliárdokból inkább vonzóbb javadalmazást, itthoni javadalmazást természetesen, akár határmenti szolgálatokért járó kiemeltebb javadalmazást, és modernebb felszerelés, komolyabb hazai had- és lőgyakorlatokat biztosítva honvédjeinknek. Aki pedig nagyobb kalandra, gyakorlatra vágyik, annak persze természetesen ezután is ott van például a francia idegen légió. De tisztában kell lennünk azzal, hogy mi a magyar érdek. Tisztelt országgyűlés, ceterum censeo, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. Köszönöm a figyelmet.